A gazdaság további növekedésére számít a magyar kormány 2019-ben, legalábbis ezt tükrözi a jövő évi büdzsé, amelynek már az általános vitája zajlik a parlamentben. Korábban Varga Mihály pénzügyminiszter azt mondta, a biztonságos növekedésről szól majd a következő év, ami a cégeknek, a családoknak és a gyermeket vállalóknak is kedvez. Győr egyik országgyűlési képviselője szerint minden magyar család tovább gyarapodhat 2019-ben. Áttekintve a költségvetés számait, az a tendencia folytatódik, ami tulajdonképpen 2010-ben megkezdődött. Ez azonban komoly eredményeket ért el. A gazdasági növekedés területén a jövő évi költségvetés egy 4,1%-os növekedéssel számol, ami egyébként európai szinten egyedülálló. Tudjuk azt is, hogy a foglalkoztatás is csúcsokat dönt Magyarországon, a teljes foglalkoztatás elérése a cél, hiszen csak arra gondoljunk, hogy 12% körül volt a munkanélküliség mértéke 2010-ben, és ez most már országos szinten 4% alá csökkent, Győrben pedig 1,5 és 2% között mozog most már az elmúlt 1,5-2 esztendőben. Ez is egyébként a legnagyobb kihívás, a teljes foglalkoztatás elérése. Simon Robert Balázs hozzátette, erősödik majd az ország pénzügyi és gazdasági stabilitása jövőre, a büdzsé 4,1%-os növekedéssel és 1,8%-os hiánnyal számol 2019-ben. Továbbra is cél a munkanélküliség csökkentése, és 4000 milliárd forint értékű kormányzati támogatással valósulhatnak meg beruházások. Egy több éves bérmegállapodást kötött a kormány a munkaadók és a munkavállalók szervezetei. Ennek lépéseit láthatjuk. Jövő év január 1-től ismét lesz ugye minimálbéremelés, de ezzel párhuzamosan rendkívül fontos az adócsökkentés. Ez két területen valósulhat meg. Az egyik ugye a gazdasági társaságokat érinti, itt is további adócsökkentések lesznek a társasági adó területén, a másik pedig a családokat érinti, hiszen a családoknál, hogyha valaki több gyermeket vállal, akkor szintén tudja ezt érvényesíteni. Ez a tendencia a következő időszakban is folytatódni fog, hiszen a Fidesz kormányzat elkötelezett a családok támogatása mellett, és ezzel párhuzamosan természetesen a kis és középvállalkozások támogatása mellett is, megtartva az egyensúlyt a nemzetközi multinacionális cégek és a hazai tulajdonban lévő cégek között. Győr is tovább erősödhet 2019-ben, a képviselő szerint uniós, állami és saját forrásból rengeteg fejlesztés valósulhat meg a megyeszékhelyen. Simon Robert Balázs úgy véli, a város marad a hazai gazdaság egyik zászlós hajója, és az Audi mellett a kis és közepes vállalkozások is bővülhetnek jövőre. 18 olyan fejlesztés, beruházás van, ami az önkormányzat tervezésében, lebonyolításában, de központi büdzséből kerül finanszírozásra a következő években. Ebből 4 vagy 5 olyan lesz, ami 2019-ben már komoly forrást igényel. Ugye ebből emeltem ki a Nemzeti Színházat, de elkezdődött az állatkert, vagy éppen a közútfejlesztések közül is vannak olyanok, amelyek a körgyűrű bezárása, annak a megtervezése, vagy a strandfürdő, ami éppen a múlt héten látott napvilágot már, mint annak a részletes tervei. Talán azt hiszem, hogy ezek a legfontosabbak. A képviselő kiemelte, az Európai Unióban több állam is a pénzügyi válság küszöbén van, ezért fontos, hogy Magyarország nagyobb tartalékkal tervez. Pontosan 50%-kal nő az általános tartalék, amit nem várt kiadásokra költhet a kormány 2019-ben.